Sziasztok! Amint láthatjátok, most már új a helyszín, és most elég tartósan ez lesz a háttér. Úgyhogy mit szóltok hozzá, hogy már szemetek megszokta az új hátteret, ahol mostantól láthatjátok az arcomat, és hallgathattok engem. Vágjunk is bele! A mai videóban három dologról fogok beszélni. Egyfelől mit jelent az, hogy urald az elmét, és miért fontos az, hogy megtanuljuk, elsajátítsuk az elménk uralását. Másfelől mit értek az alatt, hogy a félelem korában élünk? Mit jelent ez, mit akar pontosan, és miért érdemes ezzel abszolút tisztában lennünk? Valamint a harmadik pont, hogy mit is tehetünk? Hogyan induljunk el azon az úton, amiről az első két pontban fogok beszélni, és amiket mondjuk el kell kerülni, vagy meg kell erősíteni önmagunkban, mert ezek nagyon fontosak. De akkor kezdjük is. Urald az elmét. Belegondoltam, hogy bármit csinálunk az életünkbe, azt az elménkkel tesszük. Bárhova mozgunk, bármit teszünk, mondunk, gondolunk, az az elménkkel történik, az elménk irányításával, az elménk jóváhagyásával kezdünk bele, fogunk bele, gondoljuk ki, tesszük meg. De mégis, annak ellenére, hogy mindent az elménkkel irányítunk, kvázi, ennek ellenére olyan döntéseket hozunk, olyan helyzetekbe keveredünk bele, amikben visszagondolunk, hogy te jó ég, és mégis hogy gondoltam, miért tettem ezt, miért mentem bele, hogy hagyhattam, hogy belekeveredjek egy ilyen helyzetbe, egy ilyen szituációba, ami megmérgezte az életemet, a párkapcsolatomat, ráment a munkám, vagy bármi, a legkisebbtől a legnagyobbig, bármi megtörténhet. És mégis miért döntöttem így? Merülhet fel a kérdés, és általában fel is merül. Hogy? Miért én? Miért pont én? Ennek több oka is van. Egyfelől, ha nem urod az elmédet, akkor valaki más. Valakik mások megteszik majd helyetted boldogan. Ezek lehetnek olyanok, akik közvetlenül ott élnek a környezetedben, és látják azt, hogy te vagy valamilyen érzelmi helyzetben, te vagy valamilyen állapotban, és ezt kihasználják. Kihasználják a saját érdekükben. Mert látják, hogy sebezhető vagy. Meglátják a nyílást, bemennek, cselekszenek és átvették az irányítást. A saját képükre szabtak téged, vagy egy döntésedet. És észre se vetted, benne vagy. A legdurább esetekben így működnek a szekták, kevésbé durább, de hasonló esetben az MLM. De bármi máskor is van ilyen, hogy valaki megjelenik, esetleg támogat, vagy úgy tűnik, hogy ő nagyon pozitív hatással van az életedben, de észreveszed, hogy valamilyen spirálba belekeveredtél. Ez az ember egy olyan irányba húzott el téged, amit te nem is akartál. Megvoltak azok a technikái, lehet, hogy ösztönösen jó abban, hogy manipuláljon embereket. Vagy lehet, hogy szándékosan ilyen dolgokkal foglalkozott, hogy a saját érdekében alakítsa a dolgokat mások ellenére, akár mások romba döntésével, és igen, ilyen emberek vannak, sajnos túl sokan vannak, akik ebben a világban úgy léteznek, hogy másokat el akarnak nyomni, másokat tönkre akarnak tenni a saját érdekükben. De mondok egy példát, egy jó 5 évvel ezelőtt beszélgettem egy nagyjából korombeli férfival, jó, nevezzük inkább csak pasinak, jó indulattal, aki azt gondolta, hogy jó lenne, Tamás, dolgozzunk együtt, találjuk meg a közös pontokat, építsünk valamit. És ezzel én azt mondtam, hogy rendben, gondoljuk át, hogy hogyan dolgozhatunk össze, hogy mit tehetünk. És utána egyszer leültünk egy kocsmába beszélgetni, és akkor elmondta, hogy ő hogyan látja a jövőjét. És így halál komoly arccal rám nézett, és elkezdte mondani, hogy Tamás, te nem tudod, hogy én mennyire uralkodni szeretnék embereken. Én egy olyan trónra akarok ülni, ami emberekből áll. Én ezért bármit hajlandó vagyok megtenni. Te nem tudod, hogy én erre mennyire vágyok. És én ott ültem vele szembe. Alapvetően én pókerarcba voltam, mert bevallom, még engem is hirtelen lesokkolt.
ez a színvallás, ez a gondolat, hogy ilyen van, ilyen mégis tényleg a valóságban, sőt, a környezetemben létezik ilyen gondolkodás, és igen. Úgyhogy én utána igyekeztem azt a beszélgetést abszolút rövidre zárni, és azóta sem kommunikáltam azzal az emberrel. Én nem fogok közreműködni semmiben, ami mások romba döntésére irányul. Ez nem csak, hogy nem szép, ez abszolút bűn. Bűn azért tenni, hogy másokat romba dönts. És igen, ha megtanulod uralni az elmédet, akkor meg lesznek az eszközeid, meg lesz a tartásod, meg lesz az egyensúlyod arra, hogy az ilyen emberek, az ilyen energiák, az ilyen erők, az ilyen szervezetek ne tudjanak rád hatni, ne vigyenek le téged olyan spirálba, amiben lehet, hogy nem is tudsz utána magadtól kikeveredni, márha egyáltalán. Mert ha félünk, ha szorongunk, ha féltékenyek vagyunk, ha agresszívek vagyunk, az mind következmény, az mind abból fakad, hogy elvesztettük az egyensúlyunkat. Mert ha van egy ember, aki megvetette a lábát és azt mondta, hogy itt vagyok, az utamon vagyok, megismertem magam, tudom, hogy mit akarok, tudom, hogy hogyan akarom elérni, és az nem etikátlanult, azt az embert lehet, hogy egy kicsit meg tudják billenteni, de az egyensúlyát soha, soha nem fogja elveszíteni, és ez annyira gyönyörű. Meg kell találnod azt a belső egyensúlyodat, azt a belső tartásodat, azt az aranyösvényedet, ahol az egyensúlyod elmozdíthatatlanná tesz. És akkor ezek az emberek, ha meg is élnek az életedben, el fognak tűnni, fel fognak szívódni, mert rájönnek, hogy olyan emberrel találták szembe magukat, akikre ők nem hathatnak, akik felett nincs hatalmuk, akin nem uralkodhatnak. Ezért fontos, hogy uraljuk az elménket. Mert mindent az elménkkel teszünk, mindent az elménk irányít, és ha uraljuk az elménket, nem lesz tere másoknak, hogy uralják helyettünk. És itt vagyunk ebben a világban, amit én úgy hívok jelen időben, hogy most a félelem korában élünk. Az én olvasatomban ugye 1945 óta, a második világháború óta a félelem korában élünk. Van hullámzás, de összességében ez az átfogó alapállapot. De mit értek a félelem kora alatt? Nézzük tovább. 1945 után belekeveredtünk a hidegháborúba, a világ két részre szakadt. Masszív, tömör ellenállás volt. És mindenki a másik rosszul csinálja. De közben ügyködnek, itt vannak, és tönkre akarják tenni a mi életünket, ez a céljuk. És ha belegondolsz, mai napig ez van. Veszel bármilyen társadalmi törésvonalat, az arról szól, hogy a másik tönkre akarja tenni az én életemet. Fenyegetve kell érezned magad, mert van valami csoport, aki azért van kint, hogy téged elpusztítson. És igen, persze, hogy vannak olyan emberek, akik rosszat akarnak a másiknak, mert vannak. De annyi társadalmi törésvonal épült be a mindennapjainkba, hogy az embereknek a természetévé vált, az alapállapotává vált, hogy félni kell valamitől. Gazdagok félnek a szegényektől, mert azok majd föllázadnak. Szegények félnek a gazdagoktól, mert azok elnyomják. Félj az ilyen szexuális beállítottságúaktól, az olyan vallásúaktól, a mindenféle politikai, akik a politikailag a másik oldalon helyezkednek el, azoktól mindenképpen félned kell, mert ők aztán a leggonoszabbak, és mindenképpen tönkre akarják tenni az életedet, mert annyira gonoszak. És ha belegondolsz, ha mindig félni kell valakitől, állandó félelemben nősz föl, mint mondtam, az egyensúlyod elvesztése lesz az alapállapot. És az az ember, aki nincs egyensúlyban, az irányítható, annak majd valaki más fogja uralni az elméjét. De nem csak a társadalmi törésvonalak, nem csak a politika idézi elő azt, hogy féljél. Vegyük a médiát. Mondjuk, félj attól, hogy nem vagy elég vonzó. Félj attól, hogy büdös vagy. Félj attól, hogy nem találsz párt. Félj a különböző betegségektől. Ha beteg vagy, ha nem, szedd a bogyókat, mert akkor szedni kell, mert ha nem szeded, akkor meghalsz. Akármi történik, nincs más megoldás. Az egész média arra megy rá, hogy legyen valami hiányérzeted, és félj attól, hogy azt soha nem kapod meg. Vagy ha megvan, félj attól, hogy azt el fogod veszíteni. És nem tehetsz semmit csak, ha
ha megveszed azt a terméket, csak ha befizetsz arra, csak akkor van megoldás, csak akkor tehetsz bármit, és kész, félelem. És az az ember, aki nincs egyensúlyban, az az ember, aki fél, az utána tovább fog gyűrőzni. Ezek az érzések mennek tovább, épülnek egymásra folyamatosan. Nem tudom, ki látta a Csillagok háborúját, de a klasszikus, hogy a félelem irítséghez vezet, az irítség agresszióhoz, az agresszió meg út a sötét oldalra, most valahogy nagyjából ez volt a sorrend, de ez így működik a valóságban is. Ha félsz és nem vagy egyensúlyba, és elkezd szaporodni benned a frusztráció, a stressz, hogy valamit megszerez, vagy félj attól, hogy valamit el fogsz veszíteni, utána az ettől féltékenységi, irítségé fog válni. De mindenképpen megjelenik a szorongás. A szorongás át tud alakulni agresszióvá. És tudjuk, hogy az agresszió az rendkívül romboló hatású bármilyen helyzetben. Nincs pozitív agresszió. Hogyha belőled indult, te kezded az agressziót, lemondhatsz az egyensúlyról. Mert olyan elemeket le fogsz rombolni magad körül és magadban, amiket lehet, hogy nem is tudsz rendesen felépíteni újra. Az emberek elmaródnak. És lehet, egyesek emiatt börtönbe kerülnek. Mert annyira belekerültek ebbe a spirálba, ami félelemből indult, és rakódtak egymásra. És hogy rakódtak egymásra, úgy jutottak egyre mélyebbre és mélyebbre a spirálban. Ugye mennyire egyértelmű? De ha ott vagy egyensúlyban, mint mondtam, ez a spirál nem fog elindulni. De nézz körül, hogy hányan akarnak benned bármilyen félelmet gerjeszteni. Félj ettől, félj attól. Tarts ettől, tarts attól. Kialakul a gyűlölet, a másképp gondolkodóknak az eltaszítása, családok, barátságok felbomlása, csak azért, mert másképp gondolkodunk. Mert félek valamitől, amitől agresszívvá váltam, keményé, és eltaszítottam az embereket magam körül. Megéri? Szerintem nem. Szerintem a legkevésbé sem éri meg. Uralad az elméd, uralad az életed, uralad a sorsod. És akkor senki nem uralkodhat feletted. Csak hogyha arra vágysz, hogy valaki uralkodjon feletted, ilyen van, de összességében az a te döntésed, a te őszinte, tiszta döntésed lesz. Uralad az elméd, uralad a sorsod, uralad az életed. Egyensúlyban leszel. Mondanám, hogy ilyen egyszerű, de munkás. Mivel a folyamatos félelemben élünk, folyamatos bizonytalanságban, akár létbizonytalanságban is a különböző helyzetek miatt, amik megjelennek a világban, ezért talán nehezebb elhinni, hogy egyensúlyba kerülhetsz. Talán nehezebb elhinni, hogy ezen felül tudsz emelkedni, de hidd el nekem, lehetséges! Hidd el nekem, képes vagy rá! Mert te is ember vagy. Neked is van tudatod, tested, elméd, lelked. Van akár, van kezed. Ha nincs kezed, akkor is van elméd. Nem számít. Képes vagy a változtatásra. Képes vagy arra, hogy felülemelkedj, változtass, és tényleg a kezedbe vedd a sorsodat bármilyen helyzetben. Én ebben teljes mértékben abszolút biztos vagyok. Én hiszek benned, mert tudom és tapasztaltam, hogy lehetséges ezt a szintet elérni és megvalósítani. Tehát az első lépésként nézd körül az életedben, honnan kapod a félelmet, kik gerjeszték benned, milyen csoportok, milyen médiumok, milyen források, és amit csak tudsz, amennyire csak tudsz, iktasd ki, űzd ki mindazt, ami ártó energiákkal árasztja az életedet. És ez lesz az első lépésed, hogy felébredj, hogy valóban felébredj, és elkezdj szabadon élni a félelem korában. Mert ezen változtathatunk. A pillangó szárnyának egyrebbenése is képes hurikán gerjeszteni a világ túloldalán. Akkor te miért ne változtathatnál az életedet?